A Magyar Duda hangjai színesítette a több egyére megszervezett hagyományőrző júrta és kézműves találkozott Regölyben. A rendezvény gyökerei egészen 2007-ig nyúlnak vissza, tudtuk meg a terület tulajdonosától, Ciráki Viktortól. Igazából azért nincsenek programok se, hogy az a sok barátunk, aki mindenféle hagyományőrzéssel foglalkozik, meg íjászok, meg lovasi íjászok, meg mindenféle kézművesek, azok mindig valamilyen alkalommal, valami nagy fesztiválon valahol bemutatózik, vagy előadást tart, stb. Nem tudunk találkozni, nem tudunk beszélgetni, igazából nincs program. Itt az egész hosszú hétvége nekik szól, és a évente két nyílt nap, az pedig a szombati nap reggel 9-től este 6-ig, az nyitott mindenki számára, amikor meg lehet nézni a telepet ingyen és bérmentve, bárki bejöhet. A rendezvényen a hagyományőrzők örömmel válaszoltak az érdeklődők kérdéseire, amikből nem volt hiány a nap folyamán, mondta el a Mohácsról érkezett családfő, aki kiemelte, hogy népnevelő szempontból nagyon fontos ez a rendezvény, és az ehhez hasonlók, ahol szembesülhetünk a múltunk használati eszközeivel, ruháival és zenéivel. Attiláéknál számos középkori tárgyat szemlélhettek meg a hagyományőrző júrta és kézműves találkozó résztvevői. Végülis amikor nem ordít a funkciója a formából, illetve már kikopott a divatból, akkor rákérdeznek, hogy meg ugye a mai fiatalok, hogy úgy mondja. Hát már egy más világban nőnek fel ez a digitális világ, ez nem ezekről a tárgyakról szól. A júrták, rúdsátrak és földkunyhok között barangolók számára egy nap erejéig megelevenedett múltunk egy szeletkéje, amint a rendezvényen megjelent hagyományőrzők munkájukat tovább örökítenek a jövő nemzedékének.